Pénzes Anna Letícia, 11 év. Kányádi Sándor, Pantomim. Belép a férfi az előszobába, az ajtót kulcsra zárja. Kettőt se lép, kop, 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 mint a kopogást hallanék. Megfordul, kitekint, senki sincs odakint. Halucinálok? Becsukja a kémlelő rácsot, csóválja a fejét. Kop, 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 akárcsak az elébb. Megfordul, kitekint, senki sincs odakint. Kilép. Ki lehet, csak nem a szellemek. A lépcsőház üres. Kong. Kísérteties. Senki és semmi más, csak macska nyávogás. Belép, s az ajtót kulcsra zárja, és vetkőzni kezd dudarászva. Akkor gyere, mikor mondom csizmássák, ha ne kopogjon? Kop, kop, kop. Mi ez? Ki az? Kinéz, s kezdődik újra az egész. A lépcsőház üres. Kong. Kísérteties. Senki és semmi más, csak a nyávogás álhaló vízhangja. Fehér akár a fal, csak nincs valami baj. Az eszem, a szívem, úgy megszárad bennem a szű, mint mezőben ősszel a fű. Legyint, tovább vetközik, s megint, kop, 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 dermedten áll, nyakában még a sál, és félig még rajta a nagy kabát. Kop, 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 mint aki elszánja magát, lesz, ami lesz, az ajtónak ugrik, de csak kiles, szíved torkában, lélegzett folytva, aki nincset lenyomja, és mellé a sötétnek vetve, úgy áll be az ajtókeretbe, mint a mártírok a filmen. Odakint senki sincsen. A lépcsőház üres. Kong. Kísérteties. Pattogó, induló, parancsszavak, szögesdrót, barak. Áll, mint a feszület, olyan formán, két keze a két ajtó felfán. Aztán, mint a fogoly, magasba tartott kézzel, majd átkulcsolja tarkóját, s letérdel. A lépcsőház üres. Kong. Kísérteties. Senki és semmi más, csak újabb maska nyávogás. Betámolyog. Az ajtót kulcsra zárja. Remeg akár a nyárfa. Kop, kop, kop. Nézi a karikára fűzött kulcsomót. Ing leng a zárban. Nézi, halára vártam. Nézi, megalázottan. Kipróbálja, és koppan. Kop, kop, kop.